Az 1954-es nagy árvíz tiszteletére emelt árvízi emlékműnél gyűltek össze a vizes szakma képviselői csütörtök reggel. Itt indultak a vízvilágnapi rendezvények Győrben. Az emlékműnél a vízügyi igazgatóság vezetője arról beszélt, idehaza és a világban is egyre nagyobb figyelmet kap a nélkülözhetetlen természeti kincs. Ha azt megvizsgáljuk, hogy miért van szennyvíz, miért bánunk így a vízzel, hogy szennyezzük, akkor azt gondolom, hogy ebből nagyon egyszerűen következik, hogy tiszta víz kell, hogy legyen az élethez. És az egy jelszó is megfogalmazza ezt a választ, tiszta vizet. Ma már nagyon sok helyen megvan annak a módja, hogy ezeket a szennyezett vizeinket megfelelő módon kezeljük, mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg. És úgy adjuk vissza a természetnek, a természetes vízi körforgásba, ahogy azt onnan kivettük. A vízvilágnapja másnapján és alkalmából tisztelettel köszöntöm Győr város, Győr megye jogú város alpolgármesterét, 12 vízügyi igazgatóság vezetőit, képviselőit, munkatársait. Ez pedig már a Városháza díszterme, a Duna Múzeum által meghirdetett országos pályázatok díjkiosztójára sok helyről érkeztek olyan fiatalok, akik vették a fáradtságot és munkáikban feldolgozták az idei vízvilágnapi témát, a tiszta víz problematikáját. A legjobbaknak a vízügyi helyettes államtitkár is gratulált. Én külön köszöntelek benneteket, külön köszöntöm a díjazottakat, benneteket, gyerekek és fiatalok, akik a következő generáció nagyköveteként már most olyan környezettudatos gondolkodásról tesztek tanúbizonyságot, amely megítélésem szerint például szolgálhat. Kedves gyerekek, tisztelt hölgyeim és uraim, a víz és élővilág az emberiség bölcsője, egyik legfontosabb éltető eleme, ezt mi valamennyien tudjuk, ezért minden okunk megvan arra, hogy évente egy alkalommal formálisan is ünnepeljük a vizet. Győr szerencsés helyzetben van, folyópartjai és tavai rendezettek, ivóvize pedig ásványvíz minőségű, erről már a város alpolgármestere beszélt köszöntőjében. Radnóti Ákos hangsúlyozta, meg kell tanítani a mai fiataloknak, hogy a vízzel takarékoskodni kell. Mi szerencsés helyzetben vagyunk Magyarország általánosságban, viszont valóban gondolni kell azokra a régiókra is, országokra is, ahol a szárazságnak, a globalizációnak köszönhetően sokkal súlyosabb probléma ez. Erre mindig gondoljunk mi is, hiszen nagyon fontos, hogy takarékoskodjunk a vizekkel, nagyon fontos ezt már most így fiatal korban megtanulni, ezt a szemléletet kialakítani, hiszen könnyű nekünk rendelkezésre viszonylag még kedvező áron, de egy idő után ez is probléma tud lenni az időjárás változásnak köszönhetően. Az országos pályázatokon legjobban szerepelt iskolások a szervezőknek és a támogatóknak köszönhetően értékes nyereményekkel gazdagodtak. Ők, látva lelkesedésüket, jövőre is biztosan részt vesznek majd a vízvilágnapi vetélkedőkön, és valószínűleg oda is figyelnek éltető természeti kincsünkre, a vízre.